Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjön egy kis Battlefield. Néha ez is kell, és időnként változik is annyit a játék, hogy érdemes legyen valamit beszélni róla, ami azért viszonylagosan újdonság. Na most mindannyian tudjátok most arra már, hogy fog kijönni egy olyan map, aminek az a neve, hogy Dragon Vale, és egy újra megcsinált, egy új skinbe bújtatott Battlefield 2 map. Továbbá, ugye ennek a mapnak az egyik sarkába ott fog rejtőzni ez a Noshahr Canals nevű pálya, ugye, ami BF3-ban nagy favorit, mindenki azt szeret, én is nagyon szeretem BF3-ban ezt a mapot, és gyakorlatilag valahogy nem lehet megunni, és ugye ennek a mapnak megcsinálták egy kicsit az újabb változatát, egy kicsit szélesebb, itt-ott jobban ki vannak dolgozva a helyek, nem lehet többé fölmenni, hál' Istennek, a darura kempelni, szóval egész ígéretesnek ígérkezik ez a Noshahr Canals, ami a Dragon Valley-vel fog látni napvilágot, és tényleg azért elég város lesz, csak ám hogy hat ez majd a BF4-re, de mielőtt még arra rátérnék, egy nagyon lényeges információ, amiről még tudnotok kell, vagy nem biztos, hogy így leszűrtétek a videókból, most már ugye itt vannak BF4-re a magas herces szerverek gyakorlatilag, most sok szerv, illetve még sok szerver, és egyre több szerver fut egyre magasabb hercen. Ezt onnan tudhatjátok sokszor, hogyha ezt képet nyomtok a menüben, láthatjátok a bal felső sorokban, hogy high tick rate szerver, vagy írja, hogy 60 herces szerver, vagy 30 herces szerver. Ugye a 60 herces szerver, akkor az azért elég jól válaszidőt jelent azért közted és a szerver között. A másik az, hogy ez a játékon, amit láthatok itt, ez egy 120 Hz-es szerveren futott, ami eléggé meglepő volt, hogy őszinte legyek. És az igazság az, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon jó válaszidővel rendelkezett a szerver, és tényleg úgy érzékeltem, hogy mindenki lőtt golyó betalál úgy, ahogy betalál, és eléggé jó volt játszani. Viszont ugye a hátránya ennek, hogy fel kell készüljetek, hogy maguk a szerverek is nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve, és a te számítógéped is azért nagyobb terhelésnek lesz kitéve, de mindenképp egy üdvözölt változás végre, hogy a BF4-nek végre jönnek a 60 Hz-es szerverei, a másik pedig az, hogy lennének már, ugye teszt alatt vannak a 120 Hz-es szerverek is a DICE-elének a teszt szerverein, de gyakorlatilag azok nem fognak napvilágot látni elméletileg, hiszen itt most ez a szerveren, 120 Hz-es szerveren játszottam, ami fura volt, mivel elméletileg azokat nem adták ki nagy közönség számára, de most már szépen lassan a nagy közönség számára is jönnek a 60 Hz-es szerverek, és már azok a szerver tulajdonosok, akik a terhelést tudják vinni, azok biztosan váltani fognak, és ez egy nagyon jó dolog lesz. Na, de visszatérve, kicsit beszéljünk az éjszakai pályákról is. Ugye a Zavod kijött, tök jó volt, gyorsan meguntuk, azt hiszem. Szóval így meg volt a feelinge, de gyorsan elment a varázsa valahogy, és furcsa, hogy még nem adták ki a másik két pályát, ugye a Golmund Railway-t, pedig az is elég jól nézett ki éjszakaiba, illetve a Siege of Shanghai-t, arra is még várunk. És egy kicsit úgy érzem, hogy nagyon jól foglalkoznak a játékkal, még mindig foglalkoznak a játékkal, ez nagyon ritka a mai világban, hogy egy játékészítő egy év után is foglalkozik a játékkal, csak az a baj, hogy Battlefield esetében ez már csak ilyen tűzoltásnak jó, és van egy olyan érzésem, hogy ha kijön majd a Dragon Vale és benne az új Noshahr Canals-szal, akkor valahol számomra, én úgy gondolom, vagy legalábbis ezt érzékelem, hogy az lesz a BF4 halála, tehát ugyanott fog járni, mint a BF3. Tehát gyakorlatilag 3-4 pálya lesz elérhető minden szerveren, és csak kizárólag azok a szervereken, szinte csak és kizárólag azok a szervereken fognak mozgolódni az emberek. És ezek a pályák, hogy az egyik az új Noshahr Canals lesz, a másik lesz a Operation Locker, a Metro, és Siege of Shanghai az alap mappal rendelkezőknek is. Már most szinte ezeket a pályákat lehet föllelni, és hogyha még kijön ráadással a Noshahr Canals, majd hogy nem biztos, hogy csak ezek a mapok lesznek ugyanúgy BF4-be, és most, hogyha felmész BF3-ba, rettenetesen ritkán találsz egy olyan szervert, ahol mondjuk minden pálya körforgásban van, és népszerű, tehát mindig vannak rajta fönt. De hogyha van egy Noshahr Canals pálya, azon tuti legalább 10 tutira fönt vannak, és bármikor tudsz magadnak találni egy szórakozást. Nincs olyan nagy baj ezzel a BF3 esetében, ami mondjuk már egy tök jó régi játék, és még mindig élvezetes elmenni, visszamenni, játszani Noshahr Canalsra, és BF4-ben is ugyanígy lesz. Valahogy annyira jól eltalált az a map, hogy egyszerűen megunhatatlan, és nagyon sikeres lett, csak ezzel egyetemben nekem van egy olyan érzésem, hogy BF4 halálát fog jelenteni végképp, de lehet, hogy lassan már így van rendjén, hogy lehet, hogy már egy kicsit a BF4-nek most már elmehet egy kicsit nyaralni. Legalábbis én úgy látom, most már annyi órát beletettem, hogy most már tényleg valahol csak a Noshahr Canalssal, valószínűleg csak a Noshahr Canalssal fogok játszani, hogyha BF4-re kerül a sor, mert úgyis igazából a többi pályát már valahol unom. Nem tudom, hogy gondoljátok ti, mit fog jelenteni a Noshahr Canals a BF4-nek, egy felvirágozás, vagy a halálát abból a szempontból, hogy csak és kizárólag Noshahr Canals lesz körülbelül minden szerveren, vagy csak azokon a szervereken fognak játszani emberek, ahol a Noshahr Canals található fel, a Locker, vagy az Operation Metro, vagy esetleg a Szívesen kell, mert talán ezek a legnépszerűbb mapok BF4-en belül. Mit láttok, mit gondoltok erről a dologról? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!